Hello, fiúk, lányok, folytatódik az építkezés némi kis szünet után, de még mielőtt ebbe belevágnék, valamit mutatni szeretnék, csak úgy a tanulság véget. Szóval belogoltam, és így elindultam, és ez a tábla keltette fel a figyelmemet. Szóval így valaki itt járt, és így azt hitte, hogy így megtalálta az én kis rejtek helyemet, és hát így itt hagyta ezt a táblát. Na most így, hát kösz szépen, na most a probléma az, hogy ezekben már rég nem volt semmi, és én általában 2-3 videóval előttetek járok. Magyarán szólva, amikor ti azt látjátok, hogy én valamit valahova elrejtek, eldugok, az már valószínűleg, mikor ti a videót látjátok róla, rég nem ott van, vagy már más kilútolta. De azért kösz szépen a jó kívánságot, tényleg jól esik, hogy ennyire követtek. Na de mindegy. Szóval az élelmesebbek erre jártak, csak aztán rákacsáltak, és hát ez a tábla azért van, nem tudom, pár száz fába azért belekerül, szóval tök jó. Na mindegy, azokat visszaásom, hát ha megint más is erre jár, azt a táblát meg majd valamikor legyakom. Ja Istenem, na. Szóval, ott tartottunk, hogy emelet. És most megint így korán reggel van, így hétvége, szóval van még idő, amíg föl nem kelnek az őrültek, de hál' Istennek most így nem történtek még atrocitások. Én akkor mindig félek, hogy kilogolok, és amikor visszatérek, addigra a házamnak már hűlt helye van, vagy van rajta egy nagy lik, én valahol a térkép másik végén ébredek, és hát a többit el tudjátok képzelni. De hál' Istennek nem így történt egyelőre. Tényleg nagyon jó, hogy így a pálya szélére kezdtem el építkezni. Most, hogy így nem zergelik le a fát, ebben az időpontban még úgy nyersanyagok is vannak, aminek én így most hallatlan, hopp, beteleportált egy fa, tehát ennek most hallatlan mód örülök. Na és hogyha minden jól megy, akkor felhúzunk egy komplett emeletet. Néhány perc múlva. Ó, 13-as szín, na nézzük. Nagy sebességű nyílvessző, betonbarikád, konzervgránát, nadrág, orvosi fecskendő, páncélozott ablakrács és 1 XP. Na jó, nézzük meg, hogy a nagy kemence vajon elérhetővé vált-e meg, akkor már süssünk egy kis disznóhúsit. Valószínűleg tartom, hogy itt, ó, kicsit olyan fátyolos az égalja, lehet, hogy holnap esni fog. Vagy lehet, hogy már az éjszaka során. De mindegy, tető kell a fejünk fölé, még ott a külső gyűrűben is, és megnézzük mindjárt, hogy a nagy kemence vajon a következő szinten elérhető lesz. É, avagy sem. Ez mondjuk viszonylag fontos szempont. Na, készítek ide azért egy tábortüzet, csak a rendkedvéért. Na nézzük, kell a tervrajz mindenképpen. Begyújtom egy kicsit itt a belső tábortüzet, és itt van nálam, nincs nálam a kalapács. Jó, viszont kövem az lesz, úgyhogy még kicsit meg is tudom majd erősíteni a körletet, és valószínűleg itt van benne a... Hol hagytam a kalapácsomat most tényleg, vagy csak én vagyok vak? Nem, tényleg valahol elhagytam. Basszus, tényleg valahol elhagytam a kalapácsomat. Nincs itt bent? Nem, itt bent sincs. Itt egy fákja van csak. Elhagytam a kalapácsomat. Ja, de nem, ott van. Oké, jól van, hülye vagyok. Na nézzük, mennyi fém van. Jó, itt készül a fém, úgyhogy szerintem ezt a fémet is nem sokára így ide... De nem mindet, hanem mondjuk csak a nagy részét. Ez majd a feljáróhoz fog kelleni nekem. Úgyhogy ezeket már így ide ki is készítem. Azon nyomban, melegében, na jó, és azt az egy fémet meg ide be, magas minőségűt. És lassan már kezd annyi szén lenni, mint egy ilyen kohóban konkrétan. Na jó. Tehát a terv, elvtársak. Így először itt ezeket a részeket itt körbe. Amit így tudunk, így biztosra, hogy háromszög alapú tető kell. Jó. Meg még ide is egy, oké.
Na, a, meg még ide, ide még egy, az ott rendben, nem, ide még kell egy. Jó, akkor kell nekünk egy tető feljáró, az itt lesz. Ez egy nagyszerű. Ide teszek egy ajtófélfát, meg ide is. A rend kedvéért, ez még ugye plusz két ajtó a rendszerben. Itt a külső részben meg valami kicsit kompaktabb dolog is lehet majd. Na de, akkor most ezt azért erősítsük meg, ez azért fontosabb. Kell nekünk egy feljáró, itt is van. Létranyílás. Oké, ezt amíg így lekraftolja, akkor itt megkezdjük szépen így a az erősítést, oké. Hát így a belső fal is lehet akkor már fémből, amennyire csak lehetséges. Már benézek gyorsan, hogy az alapzat az fémből van-e ott bent. Oké, fémből van, akkor itt már csak a tetőt kell fémből megerősíteni. Az már simaliba. Jó, hát akkor így a doboz az védve van legalább. Jó. Akkor folytatódhat az építkezés. Így a nap lementébe közben lerakom ezt a tábortüzet ide. Ide szépen. És majd begyújtom éjszaka. Jó. Ezt is megerősítjük. Oké. Készen van a feljáró? Készen van a feljáró. Nagyon helyes. Hát akkor ezt így szépen ide. Középre. Jól van, kicsit körbejárok, hogy minden rendben van, minden stimmele. Bemegyek azért, jaj, odaég a malachús. Odaégett a malachús. Fene vinné el. A jó kis malachús odaégett. Jó, hát ez már kuka. Égett paták. Na jó, addig építkezzünk. Azt mondja, hogy tető. De hát én gondolkodom, hogy kéne egy második feljáró, de szerintem elegendő egy is. Úgyis el van zárva viszonylag jól. Meg hát, hogyha valaki nagyon be akar jönni és fel akar menni, az fölmegy. Tehát ezt nem akadályozom meg ennyivel. Sajnálatos módon, oké. Na jó, akkor most benézek a húsikámért. Jó. Azt hiszem kalóriával most megleszünk egy darabon. Még egy darab azért régjen ki, vagy süljön meg, és akkor már azzal is beljebb vagyunk legalább. Oké. Hát akkor már ezt is megeszem gyorsan. Dagat leszek teljesen. Jó. Menjünk föl. Jaj, de jó ez a hang, ez mindig olyan megnyugtató, hogy akkor már legalább egy emelet van. Ha más nincs is, de legalább egy emelet az van. Jó, hát itt szépen megerősítem a tetőt. Hú, most itt eszembe majd a tetőt is egy fémzárral le kell zárni. Még el nem felejtem. Van nálam annyi fém? Nem, még nincsen. Fa az még akad. Viszont erre muszáj egy zárat rakni még, mielőtt el nem felejtem, mert akkor itt ugyanis bejöhetnek. Aztán még ide is kellenek ajtók természetesen. Jó, azért itt van fa még. Akkor az, amiatt nem aggódom. Jó, itt van némi fém. Itt ugye most mindent kivettem. Itt most sokat nem találok. És mennyibe kerül ez a zár? Ez a számzár. 100 fém darab. Jó, azt annak most kb. Készen is kell lennie. 12, na jó, még pár darab
15. Szuper, akkor már jöhet is a számzár. Na, begyújtok, hogy legyen egy kis hangulat. Éjszakai hangulat. Ó, de jó, de jó, de jó. Hopp, a malac húsit viszont kiszedjük, mert azt nem szeretném, hogy megint oda kozmáljon. Az ott jó lesz ebbe az éléskamrába. A kukorica mellett. Tényleg popcornt azt nem lehet csinálni, ha már így itt tartunk. Na, kész a számzár. Akkor az is mehet szépen a helyére. Mindenhova most más kódot adok meg. Tehát még véletlenül se fordulhat az elő, hogy így valaki meg kitalálja az egyik kódot, és akkor a többibe bejut. Szabad a rablás alapon. Ó, de jól néz ki, de jól néz ki, de jól néz ki. Jó, akkor... Valahogy úgy kéne, hogy itt a következő az itt oldalvást legyen. Jó, először is falakat rakok le szépen. Hát egy vagy két ablak az itt már szerintem elfér. Bár itt még azért ez elég magas ahhoz, hogy be tudjanak jönni. Lehet, hogy még egy emeletet várni kellene. Ja, várok még egy emeletet, ne legyünk hamariak. Ezt itt most szépen körbe bástyázom. Remélem van hozzá elég fám. Hogy lesz egy ilyen nagyobb tér. Már nincs több fám. Ó, akkor építsük be, amit be kell. Ide először is egy kőfalat. Jó, ennyi volt. Kérem szépen, kifogytunk az anyagból. Nem baj, most úgyis éjszaka van. Nagyon más nem lehet csinálni. Jaj, de hangulatos. Na, menjünk be még fáját viszont. Ez itt még akad. Némi nemű fa. És akkor abból folytatom az építkezést. Az akár, hogy nem lehet felszedni a már lerakott tábor tüzedet, mert akkor így feltelepíteném most ide. Bár szerintem most burzsúj vagyok, szóval egyet ide még megengedhetek magamnak. Az építkezése. Egy perc, amíg elkészíti ezt a nyomorult tábortüzet, tehát ez annyira hosszú idő, indokolatlan. Na, ahogy nézem, valakik erre járnak. Na nézzük, 200 fa ennek a megerősítése? Hát nem is tudom, nem is tudom. Lehet, hogy inkább jobban megérnék követ törni, és akkor egyből kőből felokosítani az egészet. És van még nálam 1200 fa. Ebből jó lenne még megcsinálni mondjuk a lenti két ajtót, meg a számzárat. Azt szerintem pont ennyi, tehát 750 fa, ha jól emlékszem. Tehát még kevés is. Max kiveszek a tűzhelyből, de igen, tehát ez még kicsit kevés is. Ja, megvan a tábortűz viszont. Akkor ide középre. Nagyon király, nagyon király, nagyon király. Hát az emelet, hölgyeim és uraim, nagyjából körvonalazódik. Nagyjából. Mert mondjuk még nagyon messze vagyok attól a torony magasságtól, amit oda a szomszédom húzott fel, de már jó úton haladok. Legalábbis én így érzem. Na jó, akkor menjünk le. Most ez egy ilyen nagyon felhívás keringőre, hogy így ennyi tábortüzet égetek mindenütt. Úgy csak ki ne gyulladjanak a fadobozok. Kicsit közel raktam őket tűzhöz. Nézzük, hol tart a fém mennyiség. Jó, ez szerintem már egy újabb zárra elegendő. Aha. Jó, hát még akkor 150-et kell várni. Jaj, de kellene az a nagy kemence. Jaj, ezt el is felejtettem megnézni, hogy mi lesz a következő szinten. Na nézzük. Azt mondja,
Upcoming, szögletes fabarikád, börtöncella, tehát börtöncellát már simán tudunk készíteni, ellenben nagy kemencét még nem. Nézzük meg, hogy nincs-e itt már valahol, csak én nem vettem észre, mert vak és béna vagyok. De nem, nincsen még. De azért páncélozott ablakrács az van. Ja, hát mondjuk valamilyen szinten jogos, mert a nagy kevence az valami kegyetlenül nagy upgrade a bázis építésben. De hát, víztisztító. Fémdarab és szövet. De úgy tűnik, hogy nem. Még ez így nem adatott meg. Viszont lehet, hogy kellene ide nekem még egy darab kemence. De akkor legyen így. Még egy kemence. Még szerintem a nagy kemencétől úgyis messzebb vagyok. Na jó, még egy ilyet. Ez szerintem elegendő lesz. Mi kell még a kemencéhez? Üzemanyag, fa, kő, király. Hát akkor megvagyunk. Innen meg akkor átveszem a fémet. És akkor most már duplicitással fogok üzemelni. A második emelet az most olyan üres. Hát, hogy oda kéne egyből. Mondjuk a leglogikusabb az lenne, hogy ebbe a belső térbe rakom le valahol egyébként. Sőt, valószínűleg oda is fogom tenni. Itt ez a kis tábortűz, ez abszolút helyrendben is van. Na, akkor jött a kettes számú kemence. Ez pedig ide be. Betesszük ide a fal mellé mondjuk. Majd itt lehet, hogy ezeket a dobozokat, meg a tábortüzet el is fogom bontani. Hát ugye, szegény ember azzal főz, ami van. Egyelőre nincs nagy kemence, ergo be kell érni a kicsivel. Lehet egyébként, hogy ugye 15-ös szinten adja majd meg. Ki tudja. Lassan egyébként megvirrathatna. Most már elég régóta tart az éjszaka. Na nézzük, hogy itt hogy állunk. Jó, azért gyűlik a fém. De ezt még betöltöm. Hogy égjen. Ezt bezárom. Jó, és készen van a kettes számú kemence. Amit ide ízlésesen le is helyezek. Nagyon jó. És akkor mehet bele egyből 1000 darab fém. Így néz. És akkor itt is potyogni fog majd szépen nekem a szén. Oké. Hát ezek készen is volnánk. Kikapcsolom a tüzet. Ja, így teljesen hangulatos. Nem ad akkora fényt, mint egy tábortűz, de a célnak abszolút megfelel. Már nem leszünk vakon legalább itt sem, hogyha beüt az éjszaka. Jó, ide még ezt az üzemanyagot eltartalékolom. Na, hát akkor itt mennek a kemencék, kettő fronton is. Én akkor kinézek, hogy mi újság van az emeleten. És lassan, ahogy nézem, virrad, úgyhogy lekapcsolom itt is a jelzőtüzet. Ide jöjjenek rédelni felirattal. Komolyan megtalálták a rejtek helyemet, és akkor így oda trollkodtak, ez azért annyira... Nem is tudom, szánalmas. De hát, hogyha valaki ettől boldog, akkor ettől boldog. De a legszebb az egészben tényleg az, hogy így totál fölöslegesen trollkodtak oda, mert már semmi nem volt ott. Igen, tehát
azt már mondom, hogy így XP rendszer előnye, hátránya, vagy hát inkább hátránya, ugye, hogy akik kockák, azok még kockábbak, és még több előnyre tesznek szert, meg most már így dedikáltan találják meg fejlesztik ki azt a receptet, ami nekik kell. Viszont annyi előnye van, hogyha valaki idejön frissen egy szerverre trollkodni, az nem fog tudni egy könnyen labdába rúgni. Tehát ahhoz neki is előteljesen be kell fektetni a megfelelő mennyiségű időt és energiát abba, hogy bármit tudjon csinálni. De mondjuk kiásni a videóban publikussá tett ilyen rejtektatyókat, az nem egy nagy skill. Tehát azt még meg lehet csinálni egy friss karakterrel is, feltéve, hogy megtalálják, hogy hova tettem, meg egyáltalán a szervert megtalálják. Van erre állítólag egy mód, de meg lehessen találni valakit a szerveren, ha megvan az illetőnek a Steam fiókja. Ezt így mondták nekem mások, hogy találnak meg. Amivel egyébként nem értek egyet, hogy ezt így lehet ebbe a játékba, így zárójelben megjegyezném, hogy erre így lehetőség van, de hát, amíg van lehetőség, akkor ugye élnek vele. Te kis pöcs. Na jó, akkor nézzük. Szükség van itt, ide majd lehet kéne egy feljáró, de most már nem akarom széltébe bővíteni a házat, mert a nagy kemencére gyúrok, amit meg majd ugye körbe kell építeni. Jó, jött az új csákány. Ezt meg majd kirakom. Jó. Ide most be mindent. Na, menjünk akkor egy újabb nyersanyag beszerzőkört. De ha már úgy itt vagyunk, ez az. És még egy falra elegendő van. Zsír. Na, mire találok egy újabb követ, addigra meg is lesz a csákányom valószínűleg. Ja, de még itt a régi kő, hát akkor ezt eldobom. Szépen ideállok. Befejezem az utolsó simításokat az eszközön, és már készen is vagyunk. Folytatódhat a bánya hadművelet. Na nézzük. Jó lenne befejezni még ott az emeleten legalább a kőfal felépítését. Jó, mondjuk ahhoz még kell némi fém. Aztán majd fa sem árt, ha van raktáron. Ó, ott egy szarvas. Nem talált. Ó! Farol lőttem és felteleportált a hegyre, vagy a sziklára. Jó, ne menj el, ne menj el messzire. Egy nyílveszőmet már ellőttem beléd különben is. Na, nyugalom, Bambi, nyugalom! Oké. Okay. Jól van, Bambi. Na nézzük Bambiból mit szedünk ki. Nem ártana némi zsír. Bár mondjuk itt kószál egy malac is időnként, úgyhogy remélem, hogy az is feltámad hamvaiból újfent. Remélem nem egy farkas ugatását hallottam. Most elég kellemetlen lenne, hogyha itt megrépelne egy farkas, az ordos farkas. Jó. Következő kő. Van itt minden. És szereztem is egy XP-t, csodás. Hú, azért itt durván nagy építmények vannak. És jön a repcsi.
Ajaj, ez úgy vészesen közelít felém, lehet, hogy itt fogja ledobni valahol a szállítmányt. Na jó, ezt még megnézzük. Hát ez pedig valahol itt fog leereszkedni. Érzésem szerint. És hát függetlenül attól, hogy most elég reggel van még, de már ott látok valakit az építmény tetején, aki készenlétben áll. Na, 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 na. Ilyenkor mindig elindul az izom PvP, hogy ledobnak egy ilyet. Mondd, hogy ide a tó közepére dobod. Nem. Hát ez mondjuk nincs annyira közel. Na jó, nézzük meg, mi történik. Aztán szerintem mára ennyi. Na, nézzük, mit bukok. Annyira nem vészes. Ennyi még belefér. Bár már szerintem 5 fegyveres indult el a drop irányába, úgyhogy túl sok esélyem nincsen még jelen helyzetben. Azért biztos, ami biztos, egy-két nyilvessző nem árt. Nem árt 6. Na, még egy magas minőségű fémértet, azt kiszednék. Nem maradunk le semmire. Ó, 3-1-ből, király. Jó, mindjárt földet ér. Hát meglátjuk, hogy... Ó, ott egy medve. Aki úgy furcsán keringott a part mentén. Na jó, hát nézzünk át, hát most... Nagyon más nem tehetek, most már meg kell néznem, hogy idáig eljöttem. Egyelőre nem látok mozgolódást a túlparton. Ó, de lövéseket már hallok. Ja, hát itt nagyon sok házikó épült azért. Júj! Na jó, hát én inkább most bölcs leszek, és nem megyek oda, mert itt most én itt egy darab nyillal nem fogok világokat leigázni, úgyhogy inkább bölcsen háttérben maradok, és majd talán egyszer az én fejemre dobja a droppot. Akkor talán még lesz esélyem. De egyébként azt képzeljétek el, hogyha ide a pálya sarkába dobná a játék, de így totálisan a fejemre, még akkor sem biztos, hogy ki tudnám lootolni, mert itt teremnek és konkrétan gépmordállyal szétlövik a házamat, hogy bejussanak érte. Tehát itt nagyon kemény óvintézkedéseket kell tenni, hogy a droppot azt így be tudja valaki zsákolni. Jól van. Hát az egy negyedek kvázi már megvan a szintnek. Ennyi előnye azért van a dolognak. Hát most már egyre lassabban jön természetesen, minél magasabb szintre lépünk. És a következő szinten még sajna nem lesz meg a nagy kemence. Márpedig én úgy gondolom, hogy a következő nagy projekt az legyen a nagy kemence, mármint amit így videóban próbálok meg nektek realizálni. A többit majd meglátjuk. De lehet, hogy most az lesz, hogy felhúzok még egy-két szintet. Így kamerán kívül valamikor, amikor időm lesz. És utána, amikor megvan már, hogy melyik szintnél kapom meg a nagy kemencét, akkor még egy kicsit farmolok, hogy meglegyen a szint. És akkor így majd adásba meglépem a szintet, megtanulom a nagy kemencét, és akkor utána meg is építjük valahogy. Addig meg valószínűleg annyi nyersanyagot kell kifarmolnom hozzá, hogy meglegyenek a szintek, hogy gond nélkül fogunk tudni építkezni, feltéve, hogyha hagyják, de hát csak hagyni fogják, remélem. Vagy megpróbálok megint így korán kelni.
azt a táblát meg leszedem. Majd lehet, hogy nekem is kéne így ilyen kertet, csak hát ezek a fémrácsok is annyi fénybe kerülnek. Valami gyalázat, hogy milyen drága. Egy ilyen freelootos kis régiót kialakítani. És akkor ide, ha úgy döntök, akkor így kinyitom, és akkor be tudnak jönni. Ezt természetesen nem. Free stuff. Hát ja, csak körbekerítetted, barátom, úgy akkor nem free. Na jó, nézzük. Most azért van még nálam pár kő, ezt gyorsan beépítem. Meg akkor már lehet a lenti ajtót is megcsinálom. Ha van már rá elég fém. De már kell legyen. Ó, oh, bőven. Jó, jöhet egy ajtó. Szuper. Egy lenti ajtó, az megvan. És szerintem még egy lenti. Ó, itt kifogyott a fa. Hiba. De viszont itt is kellő mennyiségű fém gyűlt össze, úgyhogy... tényleg nagyon elfogyott a fa. Na, készen van az ajtó. Ott az ajtó, jól van. És ez is nem kevés tapasztalati pontot ad. Hopp, valami robbant a távolban. Na jó. Kód beadva. Jól van. Na, hát már megint ott tartunk, hogy a fa a szűk keresztmetszet. És készül a tető. Na, még pár elem. Áh, 3, 6, 9, 1200 kő hiányzik. Hogy nagy öröm legyen és befejeződjön itt a projekt. Na de mindegy, haladunk, haladunk, úgyhogy én majd itt megpróbálok közben farmolni további szinteket felhúzni, és akkor a következő alkalommal, amikor jelentkezek, én úgy tervezem, hogy kemencézünk, nagy kemencézünk, ha minden jól megy, de ha nem, akkor meg majd egy kicsit később, de én ezt szeretném minden esetre, aztán majd meglátjuk, hogy mit sikerül ebből kihozni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!